köszöntöm az egybegyűlteket, a népi kultúra iránt érdeklődőket. Ünnepelni jöttünk, örömködni. Az örömünket megosztani. Megosztani és megmutatni azt az értéket, amelyet magában hordoz minden magyar ember, gyermek. Magunkban hordozzuk, a családban tovább visszük, örökítjük azt, ami ma is időtálló, használható, a múlt az idősebbek őseink tudásából. Valóban továbbadjuk? Tegye mindenki a szívére a kezét, és gondolja végig, hogy mikor táncolt utoljára magyar népzenére. Vagy tud-e magyar népzenére táncolni? Vagy próbálta-e már? Ez is egy nyelv, de nem idegen nyelv. A magyar emberek testének a nyelve. Kifejező eszköz. Önkifejező. Ha öröm, ha bánat, ha harag, ha vidámság. A magyar ember táncba, zenékbe, énekbe önti. Büszke vagyok a ma, itt megmutatkozó táncosainkra, mert megértették azt a tanítást, amelyet próbálunk feléjük, és persze szüleik felé is közvetíteni. Fontosak a gyökereink, a múltunk, a hagyományaink. Hiszem és vallom, hogy a magyar emberben genetikailag kódolt a tánc, a zene szeretete. Csak ha magától nem megy, akkor le kell porolni. Ha nem is pördül ma mindenki táncra, a műsor végére, de reméljük, hogy sikerül nyomot hagynunk a szívükben, és egy lenyomatot képezni a magyarságukban.
Nagy szeretettel köszöntjük a Sepsiszentgyörgyről érkezett néptáncosok csapatát. Ők a kincskeresők. Színpadra kérném Erdei Anitát. Szeretettel köszöntöm Önöket a Kincskeresők Néptánc Együttes nevében. A Sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2014. októberétől egy új néptánc együttesnek ad otthont, a korábban százlábú néptánc együttesként ismert csapat Kincskeresők néven folytatja tevékenységét. Utánpótlás csapatot is indítottunk Kincsek és Apró Kincsek néven. Együttesünk több ízben is kiválónak minősült a Romániai Magyar Néptánc Egyesület által szervezett néptánc antológián. Felléptünk továbbá számos fesztiválon és rendezvényen az ország határain belül és kívül egyaránt. Lelkesen együttműködünk a Kovászna Megye Tanácsa által szervezett Székely Szórvány partnerségi programban, amelynek keretében a szórványban élő magyarokhoz viszünk egy szeletet a saját kultúránkból. Együttesünk célja, hogy a közösségépítés mellett megismerjük és minél hitelesebben elsajátítsuk a nagyapáinktól ránk maradt örökséget, a magyar népzenét, néptáncot, népi játékokat. Az együttesek vezetői Tőkés Edit és Tőkés Zsolt. Folklór műsorunkkal egy barangolásra hívjuk meg Önöket, melyre Erdély különböző tájegységeiről hoztunk egy kis ízelítőt. Az imént Küküllőmentéről, Magyar Szent Benedekről láthattak egy összeállítást, férfi táncokat, melyet ezen a vidéken pontozónak neveznek, illetve csárdást és gyors csárdást. Generációkról szól ez a műsorunk, és az örökítésről. A hagyományok, a néptánc, a népzene továbbéltetéséről, átadásáról, visszatanításáról. Láthatják a múltat, a jelent és a jövőt a színpadon. Láthatják, hogy az idősebb táncosok hogyan adják át a stafétabotot a fiatalabbaknak. Koreográfiák kerülnek sorban átörökítésre. Szent rituálik ezek a mi világunkban, amelyeknek ma Önök is részesei lehetnek. Beszélhetnék tájegységekről, zenészekről, táncokról. Igen, ez is fontos. De a legfontosabb, hogy van mit átadni. És van kinek. Szent Mártoni udvaron címmel. Tápiómenti táncokat láthatnak. Ég szülte földet, föld szülte fát, fa szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Jézus Krisztus, a világ megváltóját. Maria, Maria, ne hagyd népedet, kérünk ezt a helyet, segíts meg
Csekfalvi Vadrózsa népdalkört. Gyertek, kedves asszonyok, csodálkozzatok fel, és addig elmondom, hogy milyen kapcsolatban is vagyunk. Kérem a fiúkat, hogy szíveskedjenek helyet foglalni. Mi is meghallgattuk őket, ők is hallgassák meg a többi műsort.
tehát az ecsekfalvi vadrózsa népdalkörrel egyre szorosabbá válik a kapcsolatunk, hiszen a daláda vezetője Tóth Imre ecsekfalvi legény, és az ő révén jutottunk ehhez a kapcsolathoz, aminek nagyon örülünk, hiszen egy hónappal ezelőtt itt voltak nálunk a kunsági dalos találkozón, akkor azt mondtuk, hogy ők tiszteletbeli kunok lettek, tehát bármikor, ha kedvük tartja, szívesen látjuk őket. A dalkör 1989-ben alakult, országos bronzérmesek írják magukról. A csoport hagyományőrzőként ápolja a summás és szerelmes dalokat. Helyi rendezvényeken kívül örömmel fogadják a környező települések meghívásait, és ma is nagyon boldogan jöttek ide. 2015-ben számtalan elismerő oklevélben és emléklapban részesültek. Mondhatom tovább, asszonyok, rólatok beszélek. Köszönöm. Dévaványán a Kádár Ferenc éneklési versenyen már 5. alkalommal első helyezést és a zsűri különdíját nyerték. Az együttes vezetője Tóth Albertné, fogadják szeretettel műsorukat. Kislány, haza akar menni, haza.
sárgára van festve. Abban lakik, abban lakik egy barna menyecske. Piros függöny az ablakán, félre van a szúzva. Arra jár egy barna legény, bevert kacsint rajta. Ne kacsinkas barna legényt az én ablakomba. Inkább gyere, ülj le az ágyamra. Nincs itt honnan szegény uram, szegény halász legény. Éjjel-nappal a vízen jár, halad keresztény. Befagyott a kisza vize, nem lehet halászni. Így hát, kedves feleségem, rád fogok vigyázni. Ne pazarold a pénzedet arra a fartyúra. Inkább tegyél sejem szoknyát, karcsú derek arra. Ne pazarold a pénzedet arra a fartyúra. Inkább tegyél sejem szoknyát, karcsú derek arra. Thank you.
és Brengecek csoportokat láthatják a következő műsorszámban. Igen, Garagúj, Brengecek. Régi kunszava. Szándékosan választottunk olyan neveket, amelyek jelzik hovatartozásunkat. Garagúj régi kun családnév, a Brengecek pedig örököcskét jelent. Szép szó. Benne van minden, amit rólunk tudni kell. Örököcske. Csiteri-csütöri-csütörtök. Jássági táncok.
társunk alapja a játék. Mivel a gyerekek életkori sajátossága adja a játék szeretetét, így a megtanításukkal sok gond nincs. Bizton állíthatom, hogy az iskolaudvaron, fürdőkádban felfelcsendülnek az általunk visszatanított nagykunsági gyerekjáték dallamok. Színpadra játékfűzésként kerülnek. A művészetiskolás kislányok játékát láthatják. Sári néni hova utazik? Yeah.
Észak-Magyarország és egyben nemzetünk legszebb női körtánca. A tegnapi nap termése ez a közös koreográfia. Bődi lánytáncot láthatnak kincskeresők lányai és a Kungi dácskák közreműködésével. Mégis úgy olyan jó, hogy mi világos szó, mégis úgy.
táncegyüttes méltó utódja az IFI csapat. A tavalyi évben országos versenyek győztes csapata. A most következő műsorszámuk a 2015-ös év legjobb koreográfiái közé került. Tagjai a város, valamint Törökszent Miklós, Kenderes, Kunhegyes településeinek általános és középiskolásai. Karcagi szokást láthatnak a színpadon. Virágvasárnapkor a gyerekek. Thank you.
hátba, akkor amíg levennek a színpadról a többiek, szintén a kincskeresők következnek megint. Székelyföldről láthatnak egy összeállítást, koreográfiánk előtt Dezső Tündér Ilona fog énekelni, majd helyszállt férfi táncokat, azaz zsukát, ahogyan ezen a vidéken nevezik, utána meg változtatós, gyors csárdást és cepet láthatnak. Fogadják szeretettel! Oh, yeah.